Nagyon szevasz, üdvözlöm mindenkinek a szép napon, reggelen, délutánon, nálunk süt a nap, képzeld el, van majd 30 fok megint, itt vagyok kint ezen a vízen, ezen a szigeten. Mutatom, a jetskivel jöttem ki, ugye mi mással, és meg fogjuk nézni ezt az elsüllyedt hajót, ilyen összetörött hajót, amit rettentő régóta ígértem nektek, ugye fent lesz a víz, ki fog tudni kötni ide a jetskivel, ami meg is történt, de, várjál, csak tőlem a kamerát, ezen kívül lesz más is, lesz telefon sorsolás, az iPhone 6-ot, de ők sem kisorsolni fogjuk, hanem nyereményjáték lesz, az iPhone 6-os nyereményjáték, amit rettentő régóta ígértem nektek, hogy meg fogjuk ki fogjuk sorsolni, ugye, ezt meg fogjuk tenni később, amint hazaérek, és a Davis jelenleg alszik, tehát otthon nem akartam hangoskodni, gondoltam először kijövök és megnézzük ezt az elhagyatott hajót, aztán nem sorsolunk, hanem játszunk. El is mondom majd a szabályokat, hogy mit kell csinálni. Most felállok, és megnézzük ezt a hajót. Csak kijebb húzom a jetskit, ugyanis elviszi a hullám. Jetskit kicsit kijebb húztam, ezzel belment egy ilyen nagyobb hajó erre, aztán ilyen nagy hullámokat csinál. Megnézzük ezt a... Ez egy katamarán amúgy, ahogy elnézem. A vitorla az nem tudom, hogy hol van róla. Valószínű, hogy már elvitték, vagy leesett, vagy csak ezt hozta ki a víz, nem tudom. Várjál. Nézd, itt egy zseli. Látod? Ilyen zselés hal, amit nem fogunk meg. Bár nem hiszem, hogy ez veszélyes fajta, de akkor se. Te! Ezt nagyon összetörte a vihar. Sok minden nincs benne, amúgy nézd. Hiányzik, még a zajja is tiszta homok, be van szakadva. Meg valamikor nagyon szép hajó lehetett. Te! Úgy összetörött, ezt már nagyon nem lehet szerintem használni. Nem, ott van, látod? Na, a vitorla az nincs rajta, csak az árvós megvan még neki. Hoppá, odafutott be megint a rák. Úgy ilyen szépen nézett ki. Vagyis valamilyen szépen új korában. Rettentően összetörött. Ebből nem tudom. Szerintetek lehetne még valamit csinálni? Szerintem sok mindent nem. Én nem is tudom, hogy ezt hol fogják eltenni. Lehet, hogy itt fog elrohadni, bár előbb-utóbb valaki biztos, hogy elviszi. Meg azt hittem, hogy bele fogunk tudni menni, mondom, hát valami kincset találunk be. De ezek szerint semmi kincs nincs benne, és tele van homokkal, tele van ilyen fadarabokkal, el van ázva az egész. Szegény hajó. Na mindegy. Úgyhogy ennyit erről. Bár még a vízben is van egy pár darabja, nem lépjünk oda, hogy megvágja a lábunkat. Legalábbis az enyémet. Na mindegy. Ennyit erről a szép hajóról. Azt hittem valami érdekes kincset fogunk rajta találni. Itt volt a kincs, ami nincs. Ugye mindenki látta azt a filmet, legalábbis remélem. Várját tőlem a kamerát. Úgyhogy visszamegyünk a jetskihez és megyünk tovább. Nem tudom merre megy, arra menjünk, vagy visszafelé elmenjünk. Lehet, hogy arra kéne visszafelé elmenni. Nem sokan vannak amúgy makint. Egy-két hajó itt-ott ugye elmegy. De egész eddig esett az eső. Esett az eső, képzel el. Még ma reggel is esett az eső. Bár most elment. Lehet, hogy azért nincsenek ilyenkor sokan ám a vízen. Na mindjárt, én megyek tovább jetskizni, már lehet, hogy lesz észak egyet. Aztán amit hazaértem, ahogy mondtam, folytatjuk tovább, és elmondom a nyeremény játékot, ugye, hogy lehet nyerni. Kikötöttem a kamerát, mutatom, látod? Lehet, hogy nem látod, de rákötöttem a jetskimre, vagy a mellényemre. A kamerát ide berakjuk, megtöröljük, benyomjuk a jetskit, aztán megyünk tovább. Kicsit beleült a homokba, látod? Azért jó, hogyha nem ilyen nehéz. Mint ez a jetski, és könnyen ki tudod nyomni, várjál, hol mész. Na, indul. Na mi ez egy nyuszi? Mi csinálsz? Kárgyet! Ami nemrég ébredt, felképzeltek rá, hogy ilyen 5-10 perccel ezelőtt, és talált egy ilyen radírt. Megmutatom, milyen radír. Itt a kezében. Muti a radírodat. Úgy néz ki, mint egy ilyen szőlőzsír, vagy ilyen rúzs, vagy valami, de radír. És azt keni most a szájára, vagyis radírozza a szája. Na minden. Már is ment. Látod? Most fog ebédelni. Mit csinál ott a szék? Te! Úgyhogy, most nem más csinálunk. De elmondom, hogy mit kell csinálnod, hogyha részt szeretnél venni a nyereményjátékba. Még ezt megmutatom a telefont, elmondom a telefonról, mutatom, látod, ez az iPhone 6-os. Össze van törve,
még mielőtt valaki majd ugye reklamál, ezt mindig elmondom, mert múltkor is elmondtam, ugye, hogy össze van törve, nem működik rendesen, nem jön töltővel, és lehet, hogy még fizetned is kell érte, hogyha megkapod, de legalábbis többen mondták, hogy valószínűleg fizetni kell a postásnak ilyen A-fát, vagy B-fát, vagy nem tudom milyen fát, de csak azért mondom, mert többen utána kommentáltátok, hogy nekem nem is legyen törött telefon, miért kéne? Azért mondom, hogyha nem kell reklamálni, én csak gondoltam, hogy kisorsolom, ugyanis kértétek? Mindegy, hogy néz ki, mindegy, hogy törött, mindegy, hogy milyen, azt mondtátok, hogy nektek akkor is kell. Legalábbis sok embernek. Aztán múltkor volt ez a videó, hogy iPhone ez a 10-es és 6-os, hogyan sorsoljuk. Lehet, hogy a címből úgy haladszol, hogy a 10-es is ki fogom sorsolni. A 10-es nem fogom kisorsolni, és többen kommentáltatok, hogy én nekem a 10-es kell, nem nekem, elég a 6-os is. És mondtam, hogy nem is volt szó róla, hogy kisorsoljuk a 10-est. Csak a 6-ossal, tehát az új telefonomat nem fogom odaadni, vagy kisorsolni. Aztán kaptam sok ilyen e-mailt, hogy mi nem tudunk enni, nem tudunk venni tejet, kenyeret, de nekem kell az iPhone 6-os, mert az testvérem az nem tudom mi a baja, de nincs telefonja, és én neki akarom. Mindegy, Mindegy, hogy hol laksz, mindegy, hogy nem tudod megengedni magadnak, hogy legyen telefonod, mindegy, hogy nem tudsz enni, ugye a szomorú, hogyha nem tudsz enni, bár hogyha nem tudsz enni, akkor nem tudom, hogy tudsz ugye internetezni, meg YouTube-ozni, bár a könyvtárból lehet. Na mindegy, nem tudom. Tehát mindenki megnyerheti a telefon, legalábbis van rá esélye, tehát mindegy, hogy van egy Ferrari-d a garázsba, meg egy Porsche-d, vagy pedig mondjuk az utcán laksz, hogyha részt szeretnél venni a játékba, mindenkinek ugyanannyi az esélye. Tehát nagyon sok ilyen e-mail kaptam, hogy nagyon szegények vagyunk, nekem kell az a telefon. Én megértem, de mindenkinek nem tudom odaadni a telefont, ezért ez egy játék. Mindenkinek nem tudok segíteni. De mit csinálsz, Gyuszi? Az a szép rúzsod. Vagy a radirod, nem a rúzsod. Radirod. Gyönyörű. Te, na. Megyünk ebédelni. Mit? Mutasd. Na, mit csinálunk? Megyünk. Hova? Hogyan működik? Hogy látod, szét van szedve. Na. Megyünk ebédelni, jó? Legalábbis nem ész ebédelni, meg úgy, gyönyörű. Kiradírozol a szádat. Nyuszi, muszi. Várj, iszom egyet. Ittam egyet. Úgyhogy, a nyereményjáték volt. Tehát az a minimum, ugye, hogy fel kell legyen iratkozva a csatornára, egy lájkot, egy szeretést nyomni ugye erre a videóra, meg majd kommentálni, de meg is mondom, hogy mit. Meg ezen kívül valami mást is csinálni. Azért gondoltam, hogy egy kicsit másabb legyen ez a nyereményjáték, a megszokott, ugye általában kell valamit kommentálni, és valakit kisorsolok, aztán vagy megnyeri valaki, vagy nem nyeri meg valaki, de az iPhone 6-osat ugye nem ilyen könnyen szeretném csak úgy odaadni ugye valakinek. Tehát ezért kérdeztem úrkor tületek, kaptam sok jó ötletet, hogy mondom, hogy mire gondoltam. Tehát, hogyha részt szeretnél venni a nyereményjátékban, semmi más nem kell csinálnod, mint vagy készítesz egy videót, vagy egy fényképet, vagy valami érdekes dolgot, amit lefényképezel, és megosztod a YouTube-on, vagy megosztod az Instagramodon, a Facebookodon, és azt a linket ugye megosztod én velem. Vagy pedig elküldöd a videó alatt található e-mail címre, amit ugye készítettél. El is mondom, hogy mire gondolok. Még mielőtt valaki megijedt, hogy én nem tudok videót készíteni, én nem tudok fényképezni, bár fényképezni mindenki tud, videót mindenki tud. El is mondom, hogy mire gondolok. Tehát arra gondoltam, például, hogy készítesz egy fényképet mondjuk magadról, és a kezedben van egy, nem tudom, egy Ausztrália-magyarul rajz, amit te készítettél, vagy beleírod a hóba, hogy Ausztrália-magyarul, nem tudom micsoda, vagy csak simán Ausztrália-magyarul, tehát ezt lefényképezed úgy, hogy te is bent legyél lehetőleg, én szeretném, hogyha te is bent lennél, vagy megosztasz egy videót magadról, hogy hol laksz, merre laksz, tehát nem arra vagyok kíváncsi, hogy ilyen hány darab Ferrari áll a garázsba, tehát nem erre vagyok kíváncsi, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy mégis te ki vagy, te hol laksz, milyen városba, vagy például mi a nevezetesség a városba, vagy hasonló dolgot, vagy érdekesed, például készítesz mondjuk, nem tudom, csak egy ötlet, mondjuk egy ilyen rövidebb filmet zenére, vagy készítesz egy zenét, vagy elénekelsz valamit, vagy valamit ugye készítesz, és ezt a valamit megosztod
vagy a YouTube-odon, vagy a Facebookodon, vagy az Instagramodon, vagy a Twittereden, valahol valamit, ugye úgy, hogy be legyen az Ausztrália Magyarul legalább a címben, hogy ugye meg tudjam találni, és ezt a linket, amit készítettél, tehát hogy hol találom meg, elküldöd ide a videó alá kommentba, tehát oda bekommentálod, hogy hol tudom ezt megtalálni, vagy pedig elküldöd az e-mail címre, amit itt a videó alatt ugye majd megtaláltok, tehát valahogy tudatod velem, hogy hol tudom ugye ezt én megnézni. És ezek közül, az emberek közül egyetlen egy valakit ki fogok ugye húzni, nem jövő héten szombaton, hanem utána héten való szombaton vagy vasárnap, és arra gondoltam, hogy két hét azért szerintem elég, hogy el tudjatok készíteni mondjuk egy rövidebb videót, vagy egy fényképet, vagy egy rajzot, vagy egy akármit, ugye? És arra gondoltam ugye, hogy egy kicsit többet szeretnék megtudni erről az emberről, tehát valami érdekeset, és aki a legjobban sikerül, vagy nem tudom, közösen majd eldöntjük, lehet, hogy megmutatok egy párat, ugye, az utolsó 5-öt vagy 10-et, akit én kiválasztok, és közösen eldöntjük, hogy ugye, ki érdemelné meg, tehát arra gondoltam ugye, hogy egy kicsit valamit csináljatok, értene, csak egy kommentálás. Az a baj a kommentálásokkal, hogy a legtöbben, nem a legtöbben, de nagyon sokan ugye csak oda keverednek a csatornára az emberek, gyorsan feliratkoznak, kommentálnak valamit, és amint vége a játéknak, utána ups, leiratkoznak nagyon sokan. Ezt tudom, hogy így van, hogy ezt meg is értem, hogy csak a játékra jön nagyon sok ember, de épp ezért nem szeretném odaadni csak egy valakinek, aki azért iratkozott fel a csatornára, hogy megnyerje ugye ezt a telefont, és utána pedig leiratkozik. Tehát ezért gondoltam, aki egy kicsit készít valamit, mint egy fényképet, vagy egy videót, vagy akármit ugye, még ha utána le is iratkozik a csatornáról, de legalább valamit ugye, valamit csinált érte. Tehát én erre gondoltam, remélem, hogy tetszik az ötlet nektek is, úgyhogy szeressétek a videót, ugye fel kell, hogy legyél iratkozva, az a minimum, hogy fel kell, hogy legyél iratkozva, és ide a videó alá, vagy valahol tudassátok meg nekem, hogy hol találom majd meg ezt a valamit, vagy e-mailbe elkülditek a linket nekem, vagy a videót. A videót magam mutatom, hogy hogy tudtok nekem küldeni az e-mail címre, ugyanis egy videót e-mailen keresztül nagyon nehéz küldeni, mert ilyen nagy a videónak a mérete, de hogyha felmentek erre az oldalra, már elmutatom, nem másra, mint erre a vet, látod, transfer.com-ra, akkor ez fog nektek bejönni. Várjál. Itt kiválasszuk, nem más, mint az ingyeneset. Látod? Elvisz minket az ingyeneset, ugye nem kell érte fizetned. Rákattintatok. És itt bejön ez az oldal. Itt pedig semmi más nem kell tenned, mint itt hozzáadod a videófájlodat, tehát kiválasztod, rákattintasz, és a könyvtáradból ugye hozzáadod. Itt pedig beírod az e-mail címet, az enyémet, hogy hova akarod küldeni. Itt pedig, ide pedig beírod a saját e-mail címedet, ide pedig egy üzenetet, és küldés, bármint feltöltés, és küldés. Tehát feltöltődik ugye ez az internetre, és én kapok egy e-mailt, amit én le fogom tudni tölteni. Tehát én általában ezzel szoktam küldeni fájlokat. Remélem, hogy érthető volt, és jó ötlet, hogy ezt ugye használnánk. Azt, ahogy mondtam, egy két héten belül sorsolni fogunk. Most pedig nem más csinálunk. Én azt mondjuk iszok még egyszer, de viszont mindig ebédel. A Lukasz nem sokára jön haza, ugye nálunk péntek van az iskolából. És ahogy nézem, látod? Kezd felősödni. Még végén igazuk van, hogy délutára ide ér megint az esőz, és annét látod, hogy jön. Azt, hogy le kellene takarnom a jetskit, de gyorsan iszom még egyet. Ilyenkor nagyon kiszáradok a jetskizés után. Várjál. Amúgy vizet iszok, mert általában ugye mindig mindenki reklamál, hogy miért kólát iszol már megint? Nem mindig iszok kólát, csak amikor elmegyek ugye jazzkizni, vagy valóban, akkor ugye az van nálam egyszerűbb, mint hogyha vizet viszek, de na minden, most vizet iszok. Na nézd, ez a Davisnek a játékszabálya. Múltkor kitakarítottuk, ugye mutattam nektek, sok cuccinét eltűnt, ugyanis kiraktuk a garázsba, ugye ami nem kell, és már megint rúgni van. Nem sokáig tartott, amit egy dobozt ugye kifordít, már minden burul belőle. De még miatt nem felejtem, hogyha kommentáltuk ugye a videó alá, főleg, hogyha linket küldtetek, vagy linket akartok megosztani, nekem valószínű, hogy engedélyeznem kell, tehát hogyha a linket nem látjátok mindjárt a videó alatt, nem kell aggódni, én kapok egy e-mailt, én engedélyezem, és ott lesz, előbb-utóbb ott lesz a videó alatt ugye a link, például, hogyha meg akarjátok osztani velem az Instagramotokat, vagy valamit, hogy hol osztattátok meg a képet, vagy hogy a e-mailben akarjátok ugye nekem küldeni. Már hogy e-mailbe akarsz küldeni fényképet, az egyszerű, mert akkor berakod az e-mailedbe, és küldöd nekem, tehát nem kell feltölteni az internetről, hogy le tudom tölteni, hanem egyszerűbb, ha átküldöd ugye e-mailbe, vagy hasonló. Na minden? Úgyhogy!
megyek kifele, és még mindig eszik a Davis, úgyhogy én addig nem más csinálok, mint elkezdem szerkeszteni ezt a videót. Aztán feltöltöttem a GoPro-ról, látod, amit filmeztem ott kint a jetskivel, ugyanis nem voltam benne biztos, hogy jó sikerült-e, vagy nem sikerült-e jó, mert tiszta víz volt ugye az eleje a kamerának, ugye a GoPro-nak, és próbáltam tisztogatni, de vizes volt, meg sós, na minden, de sikerült, az anyag, hogy sikerült. Úgyhogy nekem akarok szerkeszteni. Szervusz! Közben azért érkezett a Lukasz is, és válogatunk a sok személy között, ugyanis selejtezünk, ahogy mondtam, a játékokat ki selejteztük. Annyi minden van itt, mi? Avengers Test Bed! Ja, az a Ted DVD-t, annak idején. Ja, én emlékszem, hát játszottam a Duck figurámból, és gondoltam, hogy Avenger volt, és ez az. Ja, de annak idején minden ilyen filmet meg kellett, mármint olyan filmet, amit ő, én filmeztem, de ő játszott benne, eljátszotta. Mit az Avengers, a Hulkot. Mind a fülök. Minden fület eljátszott, nekem le kellett filmezni, és rá kellett rakni egy DVD-re, hogy ez a Hulk DVD. Na mindegy. Hogy tegnap nézd, mit kapottál. Ez tegnap volt ilyen iskoladiszkó, és a Lucas ilyen nyakláncot vásárolt magának. De ez nem működik, te. Működik. Nem működik. Hogyan működik? Nem működik. Kimerül benne az állam. Látod? Na ez most szemét. És van másabb is. Na, ez nem szemét, ez puzzle. Nem, ez... Mit az? Van Indiana Jones. Van Indiana Jones. Exploring together. Na. We need a pool. Ja, sok film. Úgyhogy én ezt a mai videót itt most lassan befejezem, és ha semmi érdekes nem fogunk csinálni, ott szemetelünk egy kicsikét, aztán játszunk itt a Davis-szel, vagy az ágyon ugrálunk. Hello. Ugye, New Smooth? Mit csinálsz? Hello! Igen, az nagyon jó. Ez a Marvel-ös játéka. Úgyhogy, mára ennyit, holnap folytatjuk tovább, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét, szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzétek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!